Üdvözöllek benneteket, harmadikosok! Polyákovics Király Gyöngyi vagyok, a Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola harmadik A osztályának tanítónénie. Először is nézzük, hogy mire lesz ma szükségetek. Füzetre, ceruzákra, törlőgumira, számold a pontokat, tanítónéni képe megjelenik, akkor ugye csak magyarázok, nem kell írnod, hogyha pedig ez a kis ikon van, akkor te is írod a füzetedbe. Ellenőrizzük le a házi feladatot, remélem, hogy mindannyian jó megoldottátok. 6x x az 690, x egyenlő 690-ben a 6, a 115. Visszahelyettesítem, 6x 115 az 690. 5x az 690, a egyenlő 690-ben az 5, a 138 az a, visszahelyettesítem, 5x 138, az 690. És m-szer 3 az 690, m egyenlő 690-ben a 3, az 220, 230, 230x 3, az 690. 3 pontot is húzhattok be magatoknak, jelölhettek, ha jól megoldottátok. És nézzük akkor a furfangos matematikát, hogy hányszor lehet 333-ból 3-at kivonni. Hát kizárólag csak egyszer, mert ha már egyszer kivontál 3-at belőle, akkor már nem 333, ugye, akkor már az csak 330 lenne, utána 327, tehát az volt a jó megoldás, hogy kizárólag egyszer. Ha ezt jól megoldottad, akkor adhatsz magadnak 2 pontot. És nézzük, hogy melyik szám került a kérdőjel helyére. Remélem, hogy rájöttetek, hogy hogy kellett számolni. A hetet összeadtuk a hattal, tehát ami fönt volt a kosarak fölött, azt összeadtuk, és abból kivontuk a lent levő számot. Tehát 7 meg 6 az 13, 13-ból 3-at, így kaptuk meg a 10-et. Második kosárnál 2 meg 14 az 16, abból elvettem 5-öt, így lett 11 a második kosár. És a mi kosarunk, ugye a megoldás pedig, a 9-et összeadtam a 3-mal, kaptam 12-t, abból elvettem a 4-et, és ide a 8-as került. Ha ez is jó volt, akkor adhatsz magadnak 2 pontot. Mai órán az egyenleteket fogjuk gyakorolni szorzással. Ilyen feladatokat fogunk megoldani. Nevezzük meg, hogy mi itt az X, mi a 6-os és mi a 240-es. Az X az első tényező, ebben az esetben ismeretlen tényező, a 6-os ugye a második tényező, a 240 pedig a szorzat. Ha meg akarom oldani ezt az egyenletet, akkor ugye osztással oldom meg úgy, hogy a szorzatot elosztom az ismert tényezővel, ebben az esetben a 240-et osztom 6-tal. Tehát a szorzatot elosztom az ismert tényezővel, így oldom meg. Nézzünk egy egyenletet. 7x y az 350. Tudjuk azt, hogy az ismeretlen tényezőt úgy számítjuk ki, hogy a szorzatot elosztjuk az ismert tényezővel. Ebben az esetben y egyenlő, 350-ben a 7, y egyenlő 50-nel, ez az egyenletnek a megoldása, és ezután jön, ami nagyon fontos, az ellenőrzés, behelyettesíted a változó helyére a megoldást, 7x 50 az 350. Ugye azt is már tudjuk, hogy az egyenlet a matematikában egyenlőség jellel összekapcsolt két kifejezés, mindig van egy bal oldal és jobb oldal, és ezeknek ugye egyformának kell lenniük, akkor egyenlet, akkor beszélhetünk egyenletről. Van, amikor ismertek a tényezők, ma az ismeretlen tényezőt fogjuk kiszámítani, tehát a bal oldal, az x-a, az ugyanannyi kell, hogy legyen, mint a másik oldalon a c ebben az esetben.
egyenletet megoldani pedig annyit jelent, mint meghatározni a változó azon értékét, amelyet behelyettesítve igaz egyenlőséget kapunk. Ezeket az értékeket pedig az egyenlet megoldásának nevezzük. Nézzünk egy szöveges feladatot. 9 sorba összesen 144 paprika palánta került. Hány palánta került egy-egy sorba? Írjuk le az egyenletet. 9 sorba, legyen most P, mert palántáról, paprikáról van szó, az 144. Innen kiszámolom az ismeretlen tényezőt, úgyhogy 144-ben a 9, 14-ben a 9 megvan egyszer, mert egyszer 9 az 9, 14-ből 9-et az 5, lehozom mellé a 4-est, 54-ben a 9 megvan 6-szor, 6-szor 9 az 54, 54-ből 54-et az 0, tehát már meg is van a megoldásom, P egyenlő 16, jön az ellenőrzés, 9-szer 16, 9-szer 10, plusz 9-szer 6, 90 plusz 54, 144, és mint minden szöveges feladatnál jön a válaszunk is, 16 palánta került egy-egy sorba. Ti is biztos szerettek kertészkedni, segítsetek otthon a szüleiteknek, lehet, hogy van egy kis kertetek is. Nézzük a következő feladatunkat. Az építkezésen 6 alkalommal azonos súlyú terhet vittek fel a felvonóval. Az össúly 810 kg. Mennyit vontak fel egy alkalommal? Tehát mi az, amit tudok? Hogy összesen 810 és 6 alkalom. Tehát ezt így fogom leírni az egyenletet, hogy 6-szor T, ugye teher, az 810. Hogy számolom ki az ismeretlen tényezőt? Hogy elosztom a szorzatot az ismert tényezővel. T egyenlő 810-ben a 6. Végezzük el az osztást. 810-ben a 6, 8-ban a 6 megvan egyszer, mert egyszer 6 az 6, 8-ból 6-ot az 2, lehozom mellé az 1-est, 21-ben a 6 megvan 3-szor, mert 3-szor 6, az 18, 21-ből 18-at az 3, 3-as mellé lehozom a nullát, 30-ból 30-at az 0. És így lett 135, tehát T egyenlő 135, jön az ellenőrzés, 6-szor 135. 6-szor 100 az 600, 6-szor 30 180, és 6-szor 5 az 30, és így lesz 810. És marad még a válasz, 135 kg volt egy alkalommal a teher. Itt vigyázni kell, hogy nehogy véletlenül a 810-et írd a válaszhoz, tehát mindig az egyenlet megoldása a válasz. Következő feladatunk, munkások 8 napig ásták a csatornát, minden nap ugyanakkora szakaszt. Mennyit ástak naponta, ha 8 nap alatt összesen 904 métert haladtak? Gondolkodjatok, hogy hogyan kellene felírni az egyenletet, tehát az ismeretlen tényező legyen ebben az esetben mondjuk B, tehát 8-szor B, az 904. Hogy számolom ki? Úgy számolom ki, hogy a B egyenlő 904-ben a 8.
leír a mírásbeli osztással kiszámolom, 9-ben a 8 megvan egyszer, mert egyszer 8 az 8, 9-ből 8-at az 1, lehozom mellé a nullát, 10-ben a 8 megvan egyszer, mert egyszer 8 az 8, 10-ből 8-at 2, lehozom mellé a 4-est, 24-ben a 8 megvan háromszor, mert 3-szor 8 az 24. Tehát írhatom, hogy B egyenlő 113. Jön az ellenőrzés, behelyettesítem, 8-szor 113. 8-szor 100 az 800, 8-szor 10 az 80, 8-szor 3, 24, és így lesz jó az eredményem. Válaszom pedig, hány métert, mekkora, mennyit ástak naponta? 113 métert ástak naponta. Remélem, most sikerült leírnotok. Nézzük a következőt. Ha egy csokorba 5 rózsát teszünk, hány csokrot köthetünk 385 rózsából? Írjátok fel az egyenletet. Rózsáról van szó, akkor legyen most R betű. Na, hogy fog kinézni? Remélem már leírtátok, hogy 5-ször R, az 385. Hogy számolom innen ki az ismeretlen tényezőt? Úgy, hogy a szorzatot, a 385-öt elosztom 5-tel az ismert tényezővel. Számoljunk. 38-ban az 5, megvan 7-szer, mert 7-szer 5 az 35, 38-ból 35-öt az 3, a 3-as mellé lehozom az 5-öst, 35-ben az 5, megvan 7-szer, mert 7-szer 5 az 35, 35-ből 35-öt az 0, tehát az R 77. Visszahelyettesítem, tehát ellenőrzök, 5-ször 77, 5-ször 70, az 350, 5-ször 7, 35, 350 meg 35, az 385. És a válaszunk minden szöveges feladatnál kell, 77 csokrot köthetünk. Remélem, mind leírtátok. Nézzük a következő egyenletet. Ilyennel még nem találkoztunk, nagyon figyeljetek. Itt az van a bal oldalon, hogy 5-ször x plusz 140 az 755. Tehát a bal oldalon egy összeadandó is jelentkezett. Na most, hogy tudom én ezt megoldani? Hát úgy tudom megoldani, hogy egy lépéssel több van, hogy ezt a 140-et a bal oldalról átviszem a jobb oldalra. De tudnod kell azt a szabályt, hogyha a bal oldalon hozzáadtam, akkor a jobb oldalon ugyanazt a számot el kell vennünk. Tehát már hozzá is ért a tanítónéni, és meg is jelent, hogy marad a bal oldalon az 5-ször x, a jobb oldalra átkerült a 140, de itt nem mint összeadandó, hanem itt már kivonjuk a 755-ből, tehát 755-ből 140-et, elvégzem a kivonást, akkor lesz 615, és most már egy egyetlen tényezőnk hiányzik csak. Hogy számolom ki? Úgyhogy az 615-öt elosztom 5-tel, számoljuk is ki, ugye 6-ban az 5 megvan egyszer, mert egyszer 5 az 5, 6-ból 5-5 az 1, lehozom mellé az 1-est, 11-ben az 5 megvan kétszer, mert kétszer 5 az 10, 11-ből 10-et az 1, mellé lehozom az 5-öst, 15-ben az 5 megvan 3-szor, 3-szor 5 az 15, 15-ből 15-öt az 0. Tehát írhatom, hogy x egyenlő 123.
most vigyázz, az ellenőrzésnél ide-vissza kell menned az első sorba, hogy 5-ször az X helyére bekerül, hogy 123 plusz 140. Számoljunk csak, ellenőrizzük csak, hogy jól számoltunk. 5-ször 100 az 500, 5-ször 20 az 100, 500 meg 100 az már 600, 5-ször 3 15, 600 meg 15 az 615, ahhoz még hozzáadom a 140-et, az 755, tehát jól számoltam, itt egy lépéssel lett több, ugye ezt a 140-et a bal oldalról összeadandó volt, itt összeadás volt, ha átmegy a másik oldalra, akkor pedig ki kell vonni. Nézzük a következőt. X-szer 9 mínusz 234, az 387. Itt is látod, hogy egy lépéssel több van, tehát azt írja, hogy mínusz 234. Most mit gondoltok? Az előbb összeadás volt, bal oldalon hát ment a jobb oldalra kivonás, most pedig pont fordítva lesz. Ezen az oldalon ki kell vonni, hát megy a másik oldalra, a jobb oldalra, hozzá kell adni. Tehát marad az, hogy x-szer 9 az 387 plusz 234, tehát hozzáadtam. Ha elvégeztem az összeadást, akkor megkaptam, hogy az 621, tehát x-szer 9 az 621, innen már könnyen ki tudom számolni, x egyenlő 621-ben a 9, elvégzem írásbeli osztással, 62-ben a 9 megvan 6-szor, 6-szor 9 az 54, maradt a 8, lehozom mellé az 1-et, 81-ben a 9 megvan 9-szer, 9-szer 9 az 81, tehát nekem az x-em 69. Ellenőrzést, ismét vissza helyettesítek, 69-szer 9, ugye, az 621, ebből el kell vennem a 234-et, és jól számoltam, akkor 387-et kaptam. Egyenletek szorzással, ugye ma ezt tanultuk, gyakoroltuk, az ismeretlen tényezőt úgy számítottuk ki, hogy a szorzatot elosztottuk az ismert tényezővel. Azt is megtanultuk, és újra felelevenítettük, hogy az egyenlet a matematikában azt jelenti, hogy egyenlőség jellel van összekapcsolva két kifejezés, és hogy van bal oldal és jobb oldal, és hogy a bal oldalnak és a jobb oldalnak egyenlőnek kell lennie, tehát az x-szer a az ugyanannyi, mint a másik oldalon a c. És akkor nézzünk egy kis kvízjátékot, ami egyben furfangos matematika is lesz. Nagyon figyeljetek, mert itt nagyon furfangos feladatok lesznek. Nagyon figyelj! Ha egy kutya 16 évig él, hány évig él két kutya? A alatt a kutyák száma és életkora között nincs összefüggés, ezért akármeddig is élhet. B alatt két kutya 32 évig él. Melyik lesz itt a jó megoldás? Gondolkodjatok! Hát bizony, hogy az, aki az arra gondolt, az a jó megoldás, mert a kutyák száma és életkora között nincs összefüggés, ezért akármeddig is élhet egy kutya. Egy szoba négy sarkában ül egy-egy macska. Mindegyikkel szemben három macska, és mindegyik macska farkán is ül egy-egy macska. Hány macska van a szobában? 4x3, az 12 macska van a szobában, így számoljuk ki, vagy pedig 4 macska, mert 4 sarokban ül egy-egy macska, és látja mindegyik a másik háromat,
s mind a saját farkán ül. Vajon melyik a jó megoldás? 12 macska van a szobában, vagy 4 macska? Aki arra gondolt, hogy 4 macska, az jó gondolta, mert tényleg 4 macska van a szobában. Nagyon figyelj! Hová mentek 20 ludak? Nem vagyunk mi 20 ludak. Ha még ennyien, meg fél ennyien lennénk, akkor lennénk 20 ludak. Hányan voltak hát? Összesen 10 lud volt, vagy összesen 8 lud volt? Helyettesít be, gondolkodj egy kicsit. Tehát azt mondja, hogy ennyien, meg még annyian, meg fele annyian, akkor lennének csak 20-an. Melyikre gondolsz, hogy az most 8 vagy 10? Próbáld ki egyiket is, másikat is. Gondolkodjunk, próbáljuk meg a melyiket, az A-t próbáljuk meg, hát próbáljuk meg az A-t kiszámítani. Azt mondja, hogy 10, meg 10, az 20, ugye, 10-nek a fele, ugye, hát az nem 20, az 5, az 25, tehát nem jó az A. Próbáljuk ki akkor a B-t, ha 8-an vannak, nézzük csak, 8, meg még annyian, meg 8, az 16, jó, 8-nak a fele, 4, 16 meg 4, tehát a B a jó. Aki erre gondolt, nagyon jó matematikus, furfangos matematikát is meg tudja oldani. És nézzük a vadászokat. Két vadász találkozott, az egyik ezt mesélte. Nyúlvadászaton voltunk, kettőnek közülünk ott volt a nagyapja is, volt köztünk két testvér, háromnak ott volt a fia, kettőnek nagybácsia, kettőnek unokaöccse, négynek az apja is. Hányan voltunk vadászni? 5-en vagy 15-en voltak vadászni? Gondolkodj egy kicsit. 5-en vagy 15-en vannak? Én azt mondom, hogy 5-en. Nem tudom, te melyikre tippeltél? Na nézzük, hogy hogy jött ez ki, hogy 5-en voltak. Hát ez bizony úgy jött ki, hogy 5-en voltak, hogy mit gondoltok, hogy számoltátok ti? Úgyhogy ott volt egy idősebb férfi, ugye ez a nagy tata, annak ott volt a két fia, akik ugye testvérek is, és ezeknek mindegyiknek ott volt egy-egy fia. Tehát így voltak 5-en, így volt a két nagybácsi is, és a két unokaöcs, így voltak 5-en. Számoljátok meg a pontjaitokat, hogyha több, mint a fele, akkor még azért egy picikét gyakoroljatok, akinek 3/4, azért ott is még el kell egy kis matematikai gyakorlás, és akinek pedig több mint 80%, nagyon azoknak gratulálok, és akkor azokra azt is mondhatjuk, hogy mondd meg gyorsan, Pajtikám, fiú vagy, vagy leány, ki az órán jól figyelt, mindig okosan felelt? Erre is tudsz válaszolni. És akkor aki mindig jó felelt, mindegy az, hogy leány vagy fiú, büszke lehet, és hiú is. Üdvözöllek benneteket, kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!